Most pedig következő lépésként zöld fonnannal fogunk leburkolni egy előzőleg betöltött tortát, amit körbekentünk vajas krémmel, amit betettünk a hűtőbe, hogy rádermedjen, kellő jól hideg helyre tesszük, hogy kellően kopogósra keményedjen a vajkrém, amivel lekenjük. Ahhoz kinyújtjuk a zöld fondant, egy kis keményítőt szórunk, kivettük a zacskóból, és át kell egy kicsit gyúrnunk. Akkor a kéz melegtől kellően felpuhul, hogy tudjuk nyújtani. Egy nyújtó segítségével még kell egy kis. Az, hogy beszórjuk keményítővel, az, hogy most ilyen fehér, ahogy nyújtjuk, ki fog belőle menni, vagy pedig beszívja magába, nem fog látszódni. Nyújtáskor figyelünk arra, hogy középről indulunk, tőlünk távol eső részt fölfele nyújtjuk, tőlünk közelebbi részt pedig lefele nyújtjuk. Ha szükséges, akkor szórunk még alá egy kis keményítőt. Mint láthatjátok, innen teljesen eltűnt már a rászóródott keményítő. A középtájra kell koncentrálni, hogy ott is kellően vékonyságú legyen, mert ahogy nyújtjuk, mindig a szélei nyúlnak a legjobban. Egy simítóval akár át is simíthatjuk. És ha megvagyunk, feltekerjük a fondalunkat, és a már betöltött tortánkra fogjuk borítani. Magunk felől kezdjük, és szépen leengedjük. Mindig akkor a fondantot kell nyújtanunk, hogy túlérjen az adott nagyságú tortánkon. Először szépen a tetejét kezdjük el simítani a tortának, rásimítjuk. Utána a felső részen egy kicsit megnyomkodjuk, hogy passzoljon hozzá, illetve sokszor van az, hogyha nagyon magas a tortánk, és nem simítjuk itt le ezen a részen, akkor a fondannak a súlya, ahogy húzódik, leszakíthatja itt ezt a részt, ezért érdemes mindig ezt a felső részt egy kicsit először oda tapasztani, óvatosan végig simítjuk a tortát, egy simító segítségével hozzá simítjuk a torta oldalához, körbe simítjuk a fondalunkat a tortán, ez a lényeg, hogy az alsó íve az hozzá simítsa az alsó részt, hogy miután körbe vágtuk, oda is tapadjon. Jó, ha van egy pizzavágónk, akkor azzal nagyon könnyen, gyorsan körbe tudjuk vágni. Ha nincs, akkor viszont egy kés segítségével. Nagyon jó ez a forgó állvány. Mert csak egész egyszerűen csak forgatjuk, forgatjuk, és utána a maradékot pedig levesszük. Ide tesszük. Ilyenkor utána még, hogyha fentebb is jön, egy kicsit körbesimítjuk, állítva is szépen tapadjon a tortánk felületére. Jó, meg is vagyunk.